Úgy sziasztok a nevem Jeriko, ez pedig egy újabb World of Tanks kontrollos tanulmutató, amely kiszemelt áldozat minap szerepelt már a csatornán, ő nem más, mint az AMX-50 Foch, ez egy Tier 9-es francia táras, Tank Destroyer vagy TD. Úgy döntöttem, még nem engedjük el ezt a tankot, még mindig tud meglepetést okozni, viszont én már kezdek elfogult lenni a tankkal szemben, mivel nagyon megszerettem, úgyhogy egyértelmű, hogy hát fényezni fogom, de nem véletlen. Nos, szakasztársam, Zotya itt van mellettem egy Tier 9-es orosz light tankkal, a T-54 lightweight-tel. A pálya Mainz, ugye ez a nagyon kicsi pálya, pont erről csináltam legutóbb videót, akkor egy Scorpio G-ben fent a Béla 3-ason indultunk, most viszont a változatosság kedvéért a K7-esről indulunk, mit tudunk csinálni? Fix TD-k vagyunk, tehát nem forgó tornyosak, nem vihetjük akárhova, tehát ezt már csata elején neked össze kell állni a fejedbe, hogy hova fogod vinni ezt a TD-t, nem egyszerű vele játszani, viszont ha összebarátkoztok, a legjobb haverod lesz, tehát ide nem tudom behozni középre, mivel nem tudok csak testtel forogni és úgy lőni, kinézni itt a dombon nem tudok át, mivel a TD-mnek a tetején ott vannak a gyenge pontok, és egyértelmű, hogy először az emelkednek ki, szétbírnák szedni, tehát ide nem hozzuk. Viszport. Ide megint nem tudjuk hozni, mivel fixek vagyunk, tehát nem tornyosak, nem forog a tornyunk, így egész testtel ki kell állni és ki kell fordulni, ennek megvan az esélye, hogy oda trekkelnek mi egymás. A másik meg kell nézni, kik vannak az ellenfélnél. Ugye ez 10-es tier, de csak egy darab 10-es van, úgyhogy saját tiernek hívjuk. Ami nagyon jó dolog, hogy nincs arta, viszont van kapásból 3 light, ami nagyon veszélyesek, főleg ránk nézve, mivel fix tornyúak vagyunk, tehát testtel tudunk forogni, és ha mellénk kerülnek, vagy mögénk, akkor ugye meszeltek. Leo PTA, meg ilyenek, tehát mindegy, oda kell figyelni, ide se hozhatod ki a vízpartra. Amit én tanácsolni tudok, mikor a Károly 7-esre indultok, és ilyen fix TD-d van, hozd be ide a sarokba. Miért jó ez a pozíció? Azért, mert itt van egy kis bokor. Ide beállsz a sarokba a szikla mellé, ha jól szerelted fel a tankodat, és jól skilleszted, akkor nem fognak felhúzni. És innen, ide látsz, ez azért fontos, mert itt érkeznek az enemi tankjai, itt fognak átvonulni, és tudod a csapatodat segíteni innen, hogy itt meglövöd őket. A másik dolog, hogy abból a pozícióból látod ezt a dombot is, és az ide érkezőket megint csak meg tudod lőni, vagy esetleg, ha van valami kamikázés tank, aki bejön a lábmosóba, azt itt is simán le tudod szedni, vagy ha esetleg itt a tiéd áttörik, akkor még idáig talán el tudsz látni, de mindegy, a lényeg az, hogy itt fogunk kezdeni, itt a szikla mellett. Nos, azt mondja, hogy váltunk kamerát, megmutatom, miről beszélünk, felmegyek egy kicsit. Oké, tehát Mainz, ez egy nagyon-nagyon pici pálya, hát kb. Jó, tehát innen indulunk, itt a bázisunk. Ugye azt szoktam mondani, hogy aki megszerzi ezt a dombot, az nyert, mert innen a dombra azért nagyon sok mindent lehet csinálni. Tehát ide nem tudom behozni a TD-met, mert itt nem bírok átnézni oda a túloldalra, meg itt se bírok így kinézni, mivel egyből a gyenge pontot látnánk a TD-men, és meg tudnának ölni. Azt is mondtam, hogy ide se tudom kihozni a TD-met. Talán itt hátul elbírnék lenni, de itt meg nem látok oda sok helyre. Ugye tornyos meddel itt kinézel, páv, de ezzel a fix TD-vel itt nem bírsz, mert ahhoz egész testtel kijössz, akkor kifordulsz, oda tudnak ragasztani. Úgyhogy amit én javasoltam, az ez a pozíció. Itt ugye van bokor, ide behúzódsz a sarokba, és ha jól szerelted fel a TD-det, akkor pont oda fellátsz, oda is oda látsz, és a vízmosóba is. Nos, elindítjuk a csatát. 50 kilométerre képes hasítani, ami azt mondom, hogy brutális. Mint mondtam, tárasak vagyunk, 50 ezer XP-ért már topposak. A nagy ágyunk, mivel csak ez az egy van, ez 4 lőszerrel bír, ugye az alapátütésünk AP, vagyis az alaplőszerünk AP, ennek az átütése 257, viszont 1037-tel száll, vagy 1065 méter per szekkel, ez annyira nem szeretem, viszont adott nekünk egy prémium lőszer, ami APCR 1337-tel tud repülni,
Ennek 325 az átütése, úgyhogy ez nem rossz. Érkezik a VZ. Ugye ott vannak a csapattársunk is, nem olyan könnyű oda nézni, de ez türelem játék, aki ilyen TD-vel játszik. Most mi vagyunk a narancssárgák, hát ezzel nem tudok mit kezdeni. Úgyhogy nekünk a kék emblémásokat kell nézni. Nem a nevüket, mert az narancssárga. Tehát ott egy light, oda trekkeltem, 385, 365, és ennyi volt egy light, ennyi volt egy tár, most töltünk. Iszonyat. Már az egyik legveszélyesebb light-tól megszabadultunk. 400-as alfával dolgoznánk, de ilyen 360-ra kell számolni. Nos, T30 érkezik, nagyon jó volna oda szögelni, hát ezt a tárassal érdemes először első trackre vagy hátsó trackre lőni, hogy oda ragaszt az ellenfelet, és utána a maradék három lőszert beleengedni, viszont ott egy szikla takarja, úgyhogy ez nem teljesen egészséges. 380 méter látótávunk van, ott a másik light. Tehát 380 méter látótáv, ami azt mondom, hogy jó, viszont ezt még rá kell skillezni, és már is. AMX M451. Valakit nagyon megszedtünk, de nem tudom ki volt, sőt, most két oldalra lőttem, hármat leadtam egy medre, és utána a T95-re sikerült még egyet. Ugye ott veszélyes a T30-as plusz a light, viszont innen nem látnak. Erről beszéltem, hogyha jól szereled fel a tankot, itt akkor is el lehetsz, ha éppen tárazol. Én az APC-et használom, ezzel gyorsan. Ez egy türelemi játék most, ugye ezzel a TD-vel. Érdekes vele a játék, lehet kétfajtaképpen játszani, agresszívan vagy így hátúszottyizni. Én javasolnám, hogy először holjon a pálya, ahol meg tudod lőni őket, akkor vedd szotyizósra, és majd utána érezni fogod azt, hogy mikor kell megindulnod. Jó, a T30 oda, T95-re célzunk, 359, pont oldalt van, és a legteteje látszik ki. Még a vézére próbáltam rálőni, vagy azt célozgattam. Jó, a domb már a miénk, most már szép lassan el kellene indulni, ahhoz, hogy tudjunk mit kezdeni. 1550 HP-nk van, úgyhogy ezzel óvatosan kell bánni. El is indulunk, mint mondtam, brutális jó mobilitásunk van, így lehet menet közben pofozkodni. 2,5-ös szűkülés az nem rossz, de amikor megállsz egy kicsit várj, mert különben képes mixelni. Ilyen 26,5 szekkes töltésidővel bírunk a négy lőszerre, az azt mondom, hogy hát nem rossz. Messziről kiszúrtuk az M46-ot. Ezt teljesen kitáraztam. Brutálisan hozzá lehet szokni ez a TD-hez, szerintem iszonyatosan jó, és egész oldalakat képes áttolni. Előttem itt a kanyarban van egy AMX M451-es, viszont elég macerás rá kifordulni, mint mondtam, fix tornyúak vagyunk, ha kifordulunk, lehetőleg nagyon gyorsan és csak biztonságos helyen próbáljuk meg, mivel oda trekkelnek, akkor ott maradunk. Háttérben ott, ahol én fent voltam, a Scorpio G-vel, a tegnapi videóban, ugye most ott egy torta van, emitt érkezik egy M103, átfordulunk rá, 314, 404, 374, már is húzzuk vissza, ugye ki vagyunk fogyva, végezni is tudtunk volna vele, ha a tortára egyet nem lövünk rá, semmi baj, pont rossz oldalt van a legnagyobb gyenge pontunk itt a tetején, úgyhogy nem tudunk úgy kinézni, teljesen mindegy, most úgy is töltünk. Ringatjuk addig, ha teljen az idő. Tortát próbáljuk majd kiszedni. Nincs tiszta cél, nem, egyszerűen nem látunk rá tökéletesen.
az egy nagyon jó pozíció, ebből a szögből innen lentről nem fogjuk tudni. Ha pedig ráesünk a heavy-re, akkor kinéz, és abban a pillanatban szét tud szedni. Töltünk újra és visszafordulunk, mert ez a pozíció nem játszik. Nem szabad ott állni és várni a messiást, mert addig is egy tank hiányzik a csapatotokból. Tehát ezt fel kell mérni, az nem játszható. Felveszünk egy új pozíciót, és megpróbáljuk tovább segíteni a csapatot. Tehát annak nincs értelme, hogy ott állsz egész a csata végéig, mert akkor, mint mondtam, egyel kevesebben vagytok a csapatban, és elbukhatjátok a csatát. Light-ot megpróbáljuk odavarni, 357, 344. Jó, még mindig van egy lőszerem, de a mellettem a tank az kiszedte. A 140-es, már töltünk újra. Na most jön az, amit mondtam, hogy itt nagyon nehéz kinézni úgy, hogy ne tedd ki ezt a két gyenge pontot, ugye a parancsnoki kupolát. Most töltünk, töltésben vagyunk, itt egy Emil. Ott egy Emil 2-es. Őt kellene meglőni. De feljebb kellene mennem, viszont Emit, itt a supportja a WZ 111 per 4-es. Megpróbáljuk ettől függetlenül előni. Nem sikerül, a trackünk megette a lövését. Jó. Kiszedtük, viszont húzzuk vissza. Még mindig van egy lövésünk. Jó, itt újra töltök és visszahúzom. Nem értem meg, hogy a... Hát mondjuk megértem, mert nincs annyi HP-ja. Viszont itt látható, ő is itt áll már mióta. Ahelyett, hogy inkább elment volna valami távol a pozícióba, hogy átigazol oda, és akkor onnan megpróbálja kiszedni azt a vézét, vagy oda trekkelni. El akartam menni, én is át akartam menni, viszont nem sikerült. Na most... És még mindig nem indulnak meg, pedig elővette magát. Én elindulok, hogy jó, akkor felmegyek, ott megy Zotya. Erre elindul mind a kettő, és nem engednek ráfordulni se, mert ugye most már mind a kettő az hatalmas nagy harcos. Hát itt már egy kicsit méregbe voltam. Csak hogy érezzék, úgyis újra kell töltenem. Tehát ez azért elég csúnya volt, hogy mikor el is löveti, akkor se indulnak meg, de mikor elindulok, meg elindul Zotya és fel, akkor mind két hős elindul, és akkor majd ő megpróbálja kiszedni, tehát na mindegy. Ezt, ott is hagytam őket, meg is halnak, tehát ez vicc kategória, tehát... De itt mondtam is Zolinak, hogy ott is hagyom őket, remélem ki szedik, mert... Tehát ez... Ez kritikán aluli. Ugye nekem most a fő célpont a torta, ameddig az nincs kiszedve ott a TD dombon, addig ugye nem tudunk mit kezdeni. Ugye ott a szikla. A heavy ez rendezkedik, és megjelent, már is. Ugye négy lőszer van, ráírunk hibázni. Parancsnoki kupolát célozzuk. Ennyi volt. És már is rá lehet ugrani a heavy-re, de ugye nagy hibe kell fordulni, ez a legrosszabb ebben, hogy ezt be kell kalkulálnod, hogy hirtelen kell fordulni nagy hibe. Hát ahhoz képest egy kicsit lejött, már is fordulunk, egy darab lőszerünk maradt, csak belepróbáljuk tenni. 353. Visszahúzzuk, most töltünk. Érkezik Zotya, érkezik a hős Emil. Mondtam az Zotyának, azt a kilt már én be akarom szedni. Remélem az Emil nem lopja el. És be vagyok töltve, már is fordulok. Cél, 353, 310, és lelapulja az Zotya. Hát, ő lett volna a top gunom, meg ugye tankmesterre gyúrok a tankkal, pont erről beszéltem az ezelőtti nem annyira fos videónál, vagy bemutatónál, ugye ott meg a Draugen vitte el az utolsó artit, hol ott szerintem meg lett volna a tankmester, na mindegy. Azt
Viszont az útját próbálta oda trekkelni, hát volt négy lőszerem, csak elbírtam volna vele, de mindegy, lényegtelen, megnyertük, és nem az Emilék hozták le a csatát, tehát ez valami, azon már felcsavartam az agyamat, hogy elindulok, mondom, és utána még be is áll, hogy még csak véletlen se tudja, pedig ezzel sokkal nehezebb játszani, mert ugye egy testtel kell dolgozni, ettől függetlenül imádom ezt a TD-t, ez beteg. A következő ág, amit ki fogok húzni, ez az STB1-es lesz, tudjátok, az a kínai vagy japcsi, mert azzal se játszottam még soha. Nos, 5 kill, 7200 fölötti sebzés, úgyhogy nem teljesítettünk rosszul, az hogyha 2447, 1 kill, mellettünk az Emil 2-es, 4 kill, 2587. Nos, lássuk az eredménytáblát. Nos, 1334 kreditet kerestünk, ez nem egy kreditelőgép, de nem is az a dolga, iszonyat élvezhető vele a játék, és én szeretem is. 5 frag, 7200 fölötti sebzés, 222 assist, de ugye nagyon sokat távolról, és sokat közelről harcoltunk, úgyhogy nem mi voltunk azok, akik asszisztáltunk. 1000 blokk, azt mondom, hogy nem rossz. Ez egy tankmesteres kör volt, ami brutális, úgyhogy amióta beleálltam ebbe az ágba és kihúztam, tehát az összesre rá tudtam tenni, ez valahol jelzi, hogy ennek a játék stílusa fekszik nekem, vagy nem esik ki a kezemből, úgyhogy ennek külön örülök. Zúzó, Fire for Effect, Fighter, nagy kaliber, csapatmunka. Hát ez a fos, ez ott van fent, ahol kell, 5 killel, és hatalmas nagy különbséggel, ugye, ha a teljes csapatmunkát megnézzük, és azért ez jelent valamit, hogy egy fix tornyú TD-vel is ekkora erőnyre tudsz szert tenni ugye, a csapattársaiddal, holott nálunk is volt 50-120, 1400-ot tárazott, vagy az Emil 2, akinek ugye már az tornya is van, meg hát az is ugye táras. Na mindegy, ettől függetlenül, hát ez nem egy csapat azért szerintem, ha a számokat nézzük, egy kicsit akciódúsabban próbáltak játszani, de hát na, itt voltam a csapatban. Ennyi. Nem tudok, vagy nem. Mindegy. Srácok, ez a TD, meg ez a fos ág, ez brutálisan jó. Nagyon megszerettem, soha nem játszottam vele, kézre esik, kellemes, nagyon jó mobilitása van. Mint mondtam, a 8-as, az 10-esek ellen, az halál, az felejtős, az a három lőszer az édes kevés, és ott is ugye mire eléred a toppágyút, addigra szétszivatnak, nincs is annyira kamó, annyira nincs is mobilitás, tehát itt az egész ágban szerintem a 8-as még el nem éri a toppágyút. Ha megvan a toppágyú, az a három lövéssel már tudsz egy kicsit beleszólni a csata kimenetelébe. Nekem ezért nem nyert el a 8-as a tetszésemet, még meg nem volt a nagyágyú, mert egyszerűen ilyen csapattársak vannak, és ezekkel, tehát nem tudsz mit csinálni, mert ha te olyan gyenge ágyúval dolgozol, meg ilyen fix TD-vel, nem tudod befolyásolni a csata végkimenetelét. Utána, amikor meglett ugye a 8-osnak a toppágyúja, azzal már azért tudtam fordítani a csatán. Ezzel a 9-essel, mint mondtam, 50 000 XP is már toppos volt, és ezzel a 4 lőszerrel bármit le lehet hozni, és lényegtelen, hogy most ennek nincs forgótornya, ha ráérzel, a legjobb haverod lesz, nagyon jó segítőtárs, és iszonyatosan át tudod tolni az oldalakat, büntetsz egyenesen, ezt is mondtam ugye az előző videóban, hogy ezzel igazságot szolgáltatsz pontosan, mert ha van egy kis helyzetfelismerő képességed, látod a mappon, hogy melyik oldalt borul a csapatod, odamész ezzel is pillanatok alatt helyre teszed a dolgot, helyre billented. Nagyon megszerettem, nem gondoltam, kicsit tartottam is tőle, hogy fix TD, meg hát én annyira nem, én medes vagyok, de most jót tett ez, hogy így nekiálltam, és volt egy kis vérfrissítés, ez nekem is jó volt, csatornának is, mert azért van ilyen is, tehát TD rajongóknak ezt ajánlani tudom, de hát mondom, kell egy kis érzék hozzá, hogy tud használni ezt az ágyút, meg ezt a TD-t. Úgy vélem, hogyha meg lesz a 10-es, utána neki fogok állni az STB1 médiumnak, és azt az ágat ki fogom húzni, azzal se játszottam soha, úgyhogy a terveim ezek, ez az ágat meg imádom, úgyhogy csak mindenkinek ajánlani tudom, hamarosan találkozunk valamilyen formába. Jerikó voltam,
Sziasztok!